Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. December 13-án új hold van a kígyó tartó csillagképben. Ez a kígyó tartó csillagkép a Skorpión és a Nyilas jegye között van. Ez a kígyó tartó, ez nem más, mint Asklépiosz, a klasszikus görög mitológiából, és ez az Asklépiusz, ez szimbolizálja a gyógyító erőt. A kezében két kígyó van. Az egyik jelenthet hamis személyeket. Tehát előfordulhat az, hogy valaki most közeledik hozzánk rossz szándékokkal, és ezt a veszélyt észre kellene venni. A másik kígyó az jelenti a gyógyító erőt, a megújulásokat, egy jó irányt, egy jó kezdetet. Tehát mindkettőre számíthatunk most ezen a napon, vagy a közeli jövőben, hogy van egy rossz hatás kívülről, de megvan a lehetőség arra, hogy tisztázzuk ezeket a dolgokat, vagy átlássunk ezeken a dolgokon. Egy új hold az azt jelenti, hogy a nap és a hold találkozik. A hold nem látható, hiszen a holdnak nincs saját fénye, hanem a naptól kapja, de ha találkoznak, akkor a nap nem tudja megvilágítani a holdat, számunkra láthatatlan. Egy ilyen napon az is jót tesz nekünk, ha mi is láthatatlanok vagyunk. Az azt jelenti, hogy jó lenne most visszahúzódni, befele tekinteni, meditálni valami felett. Ennek van egy jó hatása, hiszen fel tudunk készülni egy új lehetőségre, új kapcsolatokra vagy a változásokra. Ezen az új hold estén tartok egy szertartást, amire e-mailen keresztül jelentkezhetsz. Az energiai egyensúly az 4000 forint, a szertartás este 11 órakor kezdődik. Hogy milyen témák vannak, azt most így megpróbálom röviden elmondani ebben a felvételben. Ez az új hold a Jéhesta holdházban van. És ez a holdház jelenti a bölcsességet, vagy egy jó tanácsot, vagy jó döntéseket. Óvatosnak kell ugyan lenni, mert lehet egy negatív befolyás is, de megvan a lehetőség arra, hogy kapjunk egy jó tanácsot, vagy hozzunk bölcs döntéseket. Itt ezen a napon van gyógyító erő is, ami segít betegségeknél. De ez a téma, ez lehet a hivatás is, hogy ezen a területen dolgozol, vagy ezen a területen szeretnél dolgozni, és akkor most megvan arra a lehetőség, hogy az új hold után, amikor elindul a növekvő hold fázis, hogy legyenek változások. Ez az új hold egy olyan energiai területen található ezen a napon, december 13-án, ami kihat a spirituális területre. Itt kinyílik egy ajtó, egy új lehetőség, itt megvan most az a szerencse, hogy ezen a területen kiépíts valamit, vagy mutasd ki a tudásodat, a tehetségedet. Viszont ezen az új hold napon és a következő napokban az energia előnytelen az anyagiakat illetően. Tehát, ha most pénzhez akarsz jutni, vagy szeretnél eladni valamit, vagy vásárolni valamit, vagy pénzügyi dolgokról van szó, így általánosságban,
az anyagiakról, akkor ez az energia előnytelen. Mert ez lehet egy rossz szerződés, ez lehet veszteség is. Ami viszont előnyös, az a gyógyító erő, vagy ez a terület, ezen a területen dolgozni, vagy egy spirituális terület. Itt vannak a nyeremények, és ez inkább az elismerés, a tudás, a tehetség, a belső értékek számítanak most. Ez az új hold kapcsolatban van mindkét kármikus csomóval, Kétúval, a lefele mozgó kármikus csomóval, ami utal a múltra, és Ráhúval, a felfele mozgó kármikus csomóra, ami a jövőt jelenti. Egy új irányt vagy a változásokat, és ez bekövetkezhet új hold után. De ezen a napon, ezen az új hold napon inkább befele kellene tekinteni, és elgondolkozni azon, hogy tudnánk ezeket a terveket megvalósítani. Hamarosan lesz egy jó hír is, hiszen Vénusz bolygó jó kapcsolatban áll Merkur bolygóval, ez szerencsét hozhat, vagy lesz kommunikáció, ami a párkapcsolatot vagy az érzelmeket illeti. És ez volt a felvétel, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!